A vizsgafilmek versenye folyt az STAJGPK mozgóképkultúra tanszéken. Az EGRETTA természetfotós csoport tevékenységén keresztül ismerhetjük meg a természet rejtett szépségét és annak védelmének fontosságát. Bemutatjuk Balázs Virágot, aki a magyarországi Krisna tudatú hívő közösségének tagja, és egyben online tartalomgyártó, Portré ML Eperke írónőről. A Jújjóklubban került sor a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karmozgóképkultúra tanszék televíziós műsorkészítő szakos hallgatóinak szakestjére. Ez alkalommal a 2023-2024-es tanév végzett diákjai által készített azon filmeket tekintették meg a megjelentek, amelyek a vizsgafilmek versenyén helyezést értek el. A vizsgamunka készítése a televíziós műsorkészítő szak elvégzésének feltétele, a hallgatók ezzel zárják tanulmányaikat. Az objektivitás jegyében a szaktól független, kívülálló televíziós és filmes szakemberek pontozták a vizsgamunkákat. A zsűri döntését dr. Döbör András, a kar dékánja ismertette, aki ezután oklevelet és ajándékcsomagot adott át a nyerteseknek. Az első helyezésért járó díjat Lukács Áron vehette át a Természet, mint örökség című vizsgafilmjével, amelyet az EGRETTA természetfotós csoportról készített. A szervezet tagjai a hallgató édesapja és nagybátyja, valamint maga Áron, aki a filmet készítette. Legfőbb célkitűzésük a vajdasági Pannonsíkság bemutatása. Hogy megismertessem a közönséggel vagy nézőkkel azt, hogy miért is fontos egy természetet jobban megismerni, nem csak az, itt egy fa, vagy itt egy verébe, itt már az embereknek tudásuk már az teljesen elhomályosul, és nem tudnak jobban belelátni a természetbe, mint hogy meg kéne úrni őt, vagy valamit, és ezt szerettem ott bemutatni, hogy egy kicsit közelebb hozzam az emberekhez a témát. A második helyezést Stork Vivian érte el Portré Balázs Virágról című vizsgafilmjével, amely a Krisna völgy egyik lakóját mutatja be. Én pár évvel ezelőtt jártam már a Krisna völgyben, és nekem nagyon tetszett, hogy ők egy olyan vallást gyakorolnak, ami sokkal szabadabb, meg sokkal színesebb, mint a többi, és nekem nagyon tetszett az a közeg, amiben így fogadtak, hogy nagyon kedvesek voltak, és egyáltalán nem voltak erősködőek, meg nem akartak, nem tudom, ilyen szektaszerűen belerángatni, úgyhogy nekem ez így nagyon pozitív volt. Mi egy nap alatt forgattuk le az egészet, és utána még egyszer mentem vissza, amikor volt egy fesztivál, és akkor még így utólag forgattam hozzá. Alapvetően Virágot nagyon könnyű volt így beszéltetni, mert az összinterjúm az így egy óra lett, úgyhogy ő így mindent is elmondott. Szóval így szerintem a filmemet így pont ez is mentette meg szerintem, hogy egy olyan találtam, aki nagyon könnyen és nagyon sokat tud beszélni. A harmadik helyezett Éger Zorfer Vivian, Elvonulok és egy másik világba csöppenek, portréfilm Emel Eperkéről című alkotása lett. A film egy fiatal írónőről szól. Emel Eperkét TikTokon fedeztem fel, az Ősi erők gyermekei könyvét, és elolvastam, és utána döntöttem úgy, hogy felkeresem, és megkérdezem, hogy esetleg vállalná, hogy portrét készítsek róla, és elvállalta, aminek nagyon örültem is. A vizsgafilmek elkészítése a végzős hallgatók első nagy belépője a televíziós világba, így nem kizárt, hogy munkáik alapján a jövőben kiválaszthatják őket a helyi televíziók. A természet, ebben nem is csalódsz, elliheted. Nem beszél, hát nem is hazudik, nem ígér, és mégis odaadja mindenét. Nem szól, és mégis többet mond, mint amit valaha ember mondott. Fekete István, Tüskevár. Világunk rohanó tempója és a technológiai zajai közepette könnyű elfelejtenünk, honnan is származunk. Az EGRETTA csoport nem csupán a természet szépségét örökíti meg,
hanem a családi kötelékek ápolásának fontosságát is hangsúlyozza, melyek összekötik a múltat, a jelent és a jövőt. Lássuk, hogyan lehet a természettel együtt élni, megőrizve annak titkait és csodáit. Hivatalosan 2003-ban alakult meg az Egrette természetfotós csoport, de ha visszagondolok az egész életemre, akkor nem hivatalosan, egész életemen át kísért, csak akkor még nem volt neve, hisz édesapám fertőzött be bennünket a gyönyörű hobbival, vagy szakmával, életmóddal, a természetfotózással. Elsődleges célunk a vajdasági, panonsíksági természet bemutatása a nagy közönségnek. Megpróbáljuk közelebb hozni minden emberhez a természetet, hiszen az utóbbi időben eltávolodtunk eléggé a természettől. Az Egrette csoport tagjai Lukács Sándor, Attila, Zsolt és Áron a távoli tájakat és az eldugott zugokat járják, minden egyes felvételükkel egy történetet mesélnek el. Ezek a történetek nem csak a természet szépségéről szólnak, hanem arról is, hogyan formálódnak és erősödnek a családi kötelékek a közös kalandok során. Mindig el szoktam mondani, hogy nagyon szerencsés embernek tartom magam, mert szerintem a legjobb tanítómesterem volt, ami a fotográfiát, fényképészetet, illetve a természet szeretetet, a természet fotózást illeti, ugyanis az édesapámmal jártunk közösen az elmúlt mindegy 45 évbe. Sajnos 5 évvel ezelőtt eltávozott közülünk, úgyhogy az ő tanítása szerint ugye tevékenykedünk, ami a természetfotózást illeti. Lukács Sándor több mint 7 évtizeden keresztül számtalan táját bejárt és megismert, és ezeket az élményeket továbbadta a családjának. Ő volt az, aki először vezette őket a rejtett ösvényeken, és mutatta meg nekik, hogyan kell igazán látni a természetet. Sándor öröksége nem csak a technikai tudásban, hanem a természethez való mély érzelmi kötődésben is megmutatkozik, amit az Egrette csoport minden tagja magában hordoz. Ő neki mint egy 60 éves munkássága van a természetfotózást, illetve a természetjárást illetően, úgyhogy több mint 60 évnyi napló feljegyzései vannak. Ő az egész életét is erre szentelte, a természettel való foglalkozása, hogy úgy mondjam, ahol ő volt itt délvidéken szinte az első természetfotós, egy profi természetfotós, aki olyan szinten űzte a tevékenységét, hogy az tényleg profi szinten volt, és a szakmája is persze fotós volt. Az Egrette egyesíti a múlt bölcsességét és a jövő technológiáit. Az idősebb generáció tapasztalatai és a fiatalabbak újító szelleme tökéletes összhangban van, ami lehetővé teszi, hogy élővilágunk kincsét egyre tökéletesebben rögzítsék. Sajnos édesapánk már 5 éve nincs velünk, de ismét 3-an vagyunk. Az unokája is velünk tart, Áron, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ismét 3-an tudjuk járni a terepet, és újabb és még szebb fotókat tudunk mutatni a nagy közönségnek, és újabb filmeket tudunk bemutatni a vajdasági és panon síksági természetről. Ez a családi vállalkozás nem csupán arról szól, hogy együtt dolgoznak, hanem arról is, hogy együtt tanulnak és növekednek. Minden projekt, minden túra egy újabb lehetőség a fejlődésre, és arra, hogy újra értelmezzék és megmutassák a természet változatos arcát, miközben saját kapcsolataikat is ápolják és erősítik. Mindig úgy szoktam összehasonlítani, mi a
vadon fényképező vagy filmező ugye természetfotósok vagyunk, ugye van többféle ebből is, ugye vannak azok a lesz, a mesterségesen előidézett környezetben beállított lesz-sátrak, ahol a madarak, illetve állatok odajönnek szinte néhány méterre a fából fölépített tükrös üveges leshez, és ott a fotósok ugye karosszékben ülve, kávét szőcsölgetve fotózzák az ideálisabbnál ideálisabb természetfotókat. Na mi nem ezt tűzzük, mi valójában ide, ilyen helyekre nem is szeretünk járni. Mi nekünk az az elsődleges célunk, hogy a saját természetes környezetében, ahol élnek ezek az élőlények, ottan fotózzuk le, illetve filmezzük le, és nem megsértve az élőhelyüket, illetve a fészkelési helyüket. Szóval nem minden áron fotózunk vagy videózunk, hanem hogyha úgy mérjük fel, hogy veszélyeztetve van, találunk például egy madárfészket, úgy mérjük fel, hogy veszélyeztetjük a további fészkelést, akkor inkább nem fotózzuk, illetve nem videózzuk, hanem békén hagyjuk a madarat. Úgyhogy erre mindig nagyon ügyelünk, illetve a virágokat, növényeket, mikor fotózzuk, nem csupáljuk le, és akkor ideális körülmények között bevisszük egy szobába, és akkor ott a mesterséges fényekkel megvilágítjuk, hanem próbáljuk mindig a saját környezetében lefotózni olyan, hogy az visszatükrözze valójában azt, amilyen helyen is él ez az élőlény. Minden egyes expozíció, minden leforgatott jelenet mélyebb üzenettel bír. Ráébresz bennünket arra, hogy a természet nem csak körülvesz minket, hanem részén vagyunk annak. A csapat munkájával arra inspirál, hogy újra felfedezzük és megbecsüljük ezt a kapcsolatot. Nagy szeretettel gondolok vissza, amikor a késő tavaszi hónapokban készültünk ide a Deliblati homokpusztába fotózni. Gyakran már éjfélkor keltünk, becsomagoltuk a felszerelést, és napkeltére már itt voltunk. Gyönyörű fények voltak napkeltekor, azaz 20 perc, fél óra, amíg jön fel a nap, az elmondhatatlanul szép fényekben mutatta be a tájat. Az általuk létrehozott képek és videók többek, mint vizuális alkotások. Üzenetet hordoznak, amelyek arra ösztönzik a nézőt, hogy lépjen ki komfortzónájából és kerüljön újra kapcsolatba a természettel. Ezen művek minden egyes darabja arra invitál, hogy újra értékeljük a körülöttünk lévő világot. Számos könyvet illusztráltunk, illetve adtunk ki. Több természetfilmes fesztiválon is részt vettünk. Általában majdnem minden alkalommal valamilyen díjban részesültünk a természetfilmünkkel, illetve nagyon sok természetfotós megmérettetésen is részt vettünk, ahol szintén nagyon sok sikert értünk el világszerte. Úgyhogy derűs a jövő, mondhatom. Még számtalan kiállítást tervezünk, és nagyon sok filmet szeretnénk forgatni Vajdaságba, valamint az egész Pannonsíkságba, Magyarországot, Ausztria egyes részeit beleértve. Miközben a nap lebukik a távoli hegyek mögött, és a madarak visszatérnek fészkeikbe, az Egrete csapat tagjai is hazatérnek, tele új történetekkel és felvételekkel. Ők tudják, és nekünk is tudnunk kellene, nincs párja annak, amikor a család együtt fedez fel és tanul a természettől. Hagyjuk, hogy ezek a pillanatok ne csak emlékek legyenek, hanem inspirációként szolgáljanak mindenki számára, hogy közelebb kerüljünk a természethez, amely oly sokáig volt otthonunk.
A magyarországi Krisna tudatú hívők Somogy Vámos határában egy kis közösségben élnek, árammentes házakban, önfenntartó életmódot élve és egész életüket Krisnának szentelve. Itt él többek között Balázs Virág, ismertebb nevén Valla Bikanta, akit egész életében az a kérdés foglalkoztatott, hogy ki Isten és mi célja van az emberekkel. Hát én amióta csak visszatudok emlékezni magamra, mindig az volt a jellemző rám, hogy így nagyon figyeltem úgy a világot, és eléggé kritikus voltam. Szóval egyből úgy már meg akartam volna változtatni, és ezt a mai napig látom magamon, hogy bemegyek valakihez, így megnézem a lakást, és már elkezdem átrendezni, hogy mit, hogy lehetne itt jobban csinálni. És így körülbelül ugyanez volt, hogy így kibújtam így a tojásból, és akkor így néztem, hát ez nagyon gáz, vagyok én itt, úristen. Aztán azon kezdtem gondolkozni, hogy tudnék én ezt valamit hozzátenni, hogy valami változzon, vagy valami legalább egy kis része jobb legyen. Ha az a kis rész én magam vagyok, akkor is. Mindig azt gondoltam, hogy minden problémának a gyökere ez az istentelenség, meg hogy az emberek nem hisznek Istenbe, vagy nem értik, hogy ez egy nem véletlenül lett ez az egész dolog, és csak nem az a lényeg, hogy itt hánykolódjunk jobbra-balra ebben a világban, hanem hogy lehet helyesen élni, meg Isten örömére élni, de hogy ez olyan nagyon hivatalosan hangzik így kimondva, és mindig azon gondolkoztam, hogy ezt hogy lehetne valahogy ilyen élményszerűen átadni az embereknek, hogy ne egy ilyen hittanóra jellege legyen, hogy akkor na kisfiam, legyél jó gyerek, tehát hogy én éreztem, hogy Isten se ilyen jó gyerek, tehát hogy biztos, hogy nem, tehát hogy ennek az Istennel való kapcsolatnak van egy ilyen másik ízvilága, ami biztos, hogy sokkal ilyen élménydúsabb, és én azt kerestem, és hogy ezt valahogy egy ilyen művészeti formába öntve, hogy lehet úgy átadni, hogy ne egy ilyen kioktató dolog legyen, hogy akkor most ez a jó, és ezt így kell csinálni, hanem tényleg úgy kerestem ezt a kultúrát, amiben ez így igazából tök természetes. Virág 1984. november 23-án született Budapesten, akkoriban még egy belvárosi lakásban éltek. Általános iskola után a képző és iparművészeti szakközépiskolába felvételizett, hiszen a művészetek, többek között a színészet is, mindig is nagy szerepet játszott az életében. Édesapja zenész, édesanyja pedig fotóriporter. Az ő munkáján keresztül találkozott először a Krisna tudattal, mely az első pillanattól kezdve felkeltette érdeklődését, ez a tudásvágy pedig az évek múltával sem változott. Volt egy nyári munkám, amikor ikonokat másoltam, bejött egy ember a suliba, aki valahoda járt, és akkor mondta, hogy ezt tudná ajánlani munkának, és akkor én elvállaltam. Temperával kellett kifesteni ezeket az ikonokat. És amikor éppen vittem vissza, ott a déli pályaudvarnál lakott ez az illető, akkor, hogy mentem át ott a délinél, akkor összefutottam egy lányjal. Ugye elég feltűnő volt, mert száriban volt, szóval láttam, hogy Krisnás, és akkor tudtam, hogy köszönnek, hogy Hariból, most már inkább Hari Krisnát szoktak köszönni, de lényeg az, hogy akkor ott rögtön villantottam a tudásomat, hogy én már ilyet is tudok, meg akkor mondtam, hogy már voltam náluk gyerekkoromban, és azóta is vegetáriánus vagyok, és akkor én is kaptam egy szórólapot. Sziasztok, én Vallabi vagyok Krisna völgyből, itt élek egy árammentes házban, a férjemmel meg a kisfiammal. Virágot azonban nem csak a Krisna tudatúak hívják Vallabinak, hanem a követői is, hiszen ezen a néven található meg TikTokon, ahol már több mint 100 000 követik mindennapjait. Nem a TikTokkal kezdődött, hanem amikor bejött a Covid, akkor ugye nem tudtunk vendégeket fogadni. Mi még előbb bezártunk, mint hogy kötelező lett volna. Tehát mi a vezetőség, akkor hát féltek, nem tudták, hogy mennyire lesz ez komoly ez a betegség. És akkor tök jó volt igazából, mert akkor tényleg az önellátásra nagyon ráálltunk. És akkor jött ez az ötlet, hogy hát jobban jelen kéne lenni az online világban, és akkor én megkaptam a Krisna völgyi Facebook oldalt, és akkor azon csináltam élőket, és akkor az így nagyon felfutott. És akkor az így látszott, hogy nagyon jól működik, akkor ugye egyre több eszközt kaptam hozzá, tehát akkor egy jobb telefon, hát ez már évekkel később volt, és akkor később mondták nekem pár év múlva, hogy van ez a TikTok, azt se tudtam, hogy mi az, és akkor kezdtük el, hát ez már olyan 20 nem tudom hányban volt. Ja, hát 2 éve, 22-ben. Még az elején tényleg olyan jött több ilyen szurkálódós dolog, de egyre kevesebb, és hogyha van is, akkor a többiek leoltják. meg aki ilyeneket ír, az olyan módon írja, hogy látod egyszerűen az írásmódjából is, hogy nem kell annyira adni a véleményre, mert hát arra se vette a fáradtságot, hogy legalább nagybetűvel kezdje a mondatot, vagy helyesen írjon. Valami akárcsak mindenki a Krisna völgyben árammentes házban lakik, és többnyire önfenntartó életmódot folytat. Tévére nincsen szükségük, sparhelltel főznek, kályhával fűtenek, és a mosásra is van egyszerű megoldásuk.
Hát itt most ugye van folyóvíz, ez azért van, mert a kút ez meg lett csinálva, de nincs benne elég víz, hogy ilyen száraz, és akkor itt most akkor nem használunk kútvizet, hanem sima csapvizet használunk, és akkor az a bojlerba befolyik, erre van egy központi rendszer. Meleg víz az van, ezt megnyitom, itt a meleg víz, ez a saját készítésű házi mosószappan. Ezt is szoktam használni az oknikhoz, hát egyébként meg ilyen boltban kapható új komosószereket használok. Ha itt beástattam a ruhát, átmozgattam, vagy lehet úgy is csinálni, először csinálsz egy vizet, és úgy egyenként, minden egyes ruhát egyenként megnézel, van-e rajta folt, az a legjobb, akkor az egy alaposabb mosás, utána átöblítem, azt már hideg vízzel szoktam, és akkor van itt egy ilyen bambusz, hát eredetileg szappantartó, erre szoktam így feltornyozni, és akkor nem kell csavargatni, mert az a ruhának se jó, meg a kezednek se, ha csavargatsz. Kinyúlik, kezednek meg hüvelygyulladással kell majd megküzdenie. Úgyhogy ezen ki folyatom, mert itt hagyom egy pár órára, ezt néha átsikálom, mert persze befeketedett, de nem olyan vészes azért. És akkor ezek után lehet teregetni. Virág jelenleg kisfiával, Góvindával él ebben a házban, de ez nem mindig volt így. Virág és férje 2008-ban házasodtak össze, azonban a családfőt 2023-ban elveszítették. Az a szerencse, hogy azért nem érzékeljük annyira ezt a... hogy úgy magunkra lennénk hagyva, mert hogy nem vagyunk magunkra hagyva. És hogy így a betegséget is ugye végig kísérte a krisnavölgyi nagycsalád, sőt, igazából az egész magyarországi krisnatudatú hívő közössége, mert hát ugye mindenki tudta, és nagyon sok anyagi támogatást is kaptunk, meg szellemi, lelki támogatást, szóval mindenki mindig érdeklődött irántunk, és mindig imádkozott értünk. Szóval egy ilyen nagy összefogást lehetett érezni, meg a férjem ápolásában is, abszolút. Őt mindenki szerette. És szóval nem is áll meg a kör itt a magyar közösségnél, mert amikor az ő betegsége kiderült, akkor így átgondoltam, hogy talán nincs is olyan földrész, ahol ne imádkoztak volna érte, szóval, hogy igazából mindenhol. Indiában is voltak, akik külön ilyen felajánlásokat tettek az ottani Krisna templomban. Az utolsó időkben, mikor itt volt a lelki tanítómester, Sivanán Szvámi, eljött hozzánk ugye meglátogatni, mikor már olyan nehezen is beszélt a férjem, de még azért úgy lehetett vele úgy kommunikálni, akkor mondta is, hogy próbáljunk úgy gondolkozni, hogy ez egy nagy család, és hogy mindannyian annak vagyunk a részei, és hogy ne úgy tekintsük, hogy csak mi egymásnak vagyunk a családja, hanem hogy próbálja ezt így elengedni. Vagy akkor neki Krisnavölgyben mindenki a családja, és hogy én annak a nagy családnak vagyok a tagja. És akkor ez úgy segít, hogy ne azt gondolja, hogy hát ő a feleségem, és akkor úgy nehezebb. Most jelenleg a modern krisnatudatos mozgalomban nem várják el ezt annyira szerintem egy fiatal nőtől. Én azt érzékeltem, hogy úgy többen utaltak rá, hogy én nyugodtan menjek férjhez, csak én ezt nagyon rossz néven vettem. Tehát inkább bennem van ez, hogy nem is gondolom, hogy nem értem, hogy gondol, hogy tudnak ilyet elképzelni rólam. Tehát, hogy ez inkább az én belső elvem is, meg nem csak elv, hanem a, hát a férjemmel való személyes kapcsolatnak az eredménye az, hogy tehát érzelmileg nem tudom elképzelni, de elvileg sem. Most éppen nincs rajtam, de szokott lenni egy ilyen szívecske a nyakamban, ami az ő képe van, szóval hogy én kicsit úgy vagyok, hogy olyan sokat gondolok rá, hogy olyan, mintha most is itt lenne, mindig beszélek róla, és akkor most is az ő feleségének tartom magam, azért hordom ezt a pöttyöt is. Tehát ezt se hordanám már egy özvegy, csak én ezzel is mutatom, hogy nekem ő a férjem, és nem akarok másik férjet. Meg ezt akarta Góvinda is. Úgyhogy ha már elvesztette apukáját, legalább az anyukáját ne, tehát hogy ugyanaz az anyuka legyen, mint eddig is, ugyanabban a hangulatban. Tehát ő folyamatosan azt érzi, hogy neki családja van, ő nem érzi a veszteséget egyáltalán. Mi együtt vagyunk, apáról mindig beszélünk, apának most más dolga van, Krisna elvitte máshova, és büszke rá, hogy neki ilyen szent apukája van, hogy már Krisna így előléptette, hogy most már valami más szolgálata van valahol. Mesélek nektek kicsit a családomról. Mit vettem Indiában? Valaki azt kérte, hogy meséljek a lélekről. Hogy lehet erőt meríteni abból, hogy elveszíted azt, ami számodra a legfontosabb? Én nem arra fecsérelem az energiámat, hogy meggyőzzem azokat, akiket nem lehet, hanem hogy
akiket érdemes. De nem is vagyok ilyen győzködős egyáltalán, tehát nem tartok hittanórát a TikTokon, nem győzködök senkit, hogy térjetek meg, de ez nem ilyen jellegű, vagy mennyire jó fejek vagyunk, és ez a legjobb, és a többi nem jó, tehát abszolút nem ez a narratíva, és nem is ez a gondolkodásmódunk, én csak ugyanúgy, mint bárki más, tud, jól is bemutatja a mindennapjait, én is be tudom mutatni, gondoltam, hogy ezt én is meg tudom csinálni, ha valakinek ez tetszik, akkor megnézi közelebbről. És rengetegen írnak, naponta kapok privát üzeneteket, hogy eddig nem érdekelt soha, de nyílt üzenetben is írnak sokszor ilyet, hogy nagyon köszönik, hogy ezt csinálom, soha nem érdekelt, átment az utca túloldalára, hogy nehogy véletlenül megszólítsák, mindenféle előítélete és sztereotípiái voltak, és most totál változott, 180 fokot fordult, és már most inkább keresi, hogy hol lehetne erről többet hallani. Volt egy olyan időszak, hogy gondoltam, hogy én most így eltűnök, és akkor egy hónapra tűntem csak el, aztán úgy gond, annyira sok visszajelzés jött, hogy úgy vettem, mint Krisnától egy üzenet, hogy én ezt nem hagyhatom abba, pedig úgy stílusos lett volna úgy elvonulni, csak nem volt az szívem, hogy így az embereket megfosztam ettől a pozitív élménytől, ami tényleg ennyire fontos nekik. Tehát azt írják vissza, az derül ki, hogy ez nekik fontos. Mindenki életében eljön ez a pillanat, amikor tudja, hogy hamarosan minden megváltozik. A napok lassabban telnek, vagy éppen, hogy gyorsabban. A szellő kellemesebben simogatja a bőrét, vagy fájdalmas nyelésre készteti, összeszűkítve a torkát. Erre az érzésre nem lehet felkészülni, mert úgy köszön be, mint egy nem várt látogató, aki visszaér a vendég szeretetével. Marozsák Laura Eperke 2001. februárjában látta meg a napvilágot Budapesten. A szülei válását követően az anyukájával sokat költöztek, végül Szentendrén telepedtek le. Eperke 14 éves koráig a szülei vállalkozását szerette volna átvenni, vagy ehhez hasonló étrendkiegészítőkkel foglalkozó céget alapított volna. 14 éves voltam először, amikor hát így elkezdtem, nagyon sok könyvet elkezdtem olvasni, és egy bizonyos könyv volt, amit a könyvtárból kölcsönöztem ki, A lány, aki tud repülni. Az nekem annyira meghatározó volt ez a könyv, mert elkezdtem olvasni, és így akkor volt az első élményem, amikor úgy olvastam, mint hogyha filmként látnám előttem. E fajta könyvet keresett, de mivel nem talált, úgy döntött, ő írja meg magának. Az íromány nem lett befejezve, évekig nem nyújt hozzá. A gimnázium elvégzése után kiköltözött Hollandiába a barátjával, de mikor bejött a koronavírus, úgy érezte, ő inkább haza szeretne jönni, hisz Magyarországon vannak a barátai, családja. Később, miután hazajött, lediplomázott business management szakon. A karantén ideje alatt az e-mail üzeneteit szortírozta, amikor rátalált a régi jegyzeteire és egy kezdetlegesen megírt történetre. A nulláról újra kezdte írni a könyvét, és az egyik barátjának megmutatta, mire ő neki annyira tetszett, hogy alig várta a folytatást. Eperkét ez motiválta, így kapott rá az írás ízére. Vacsora vagy ebéd volt családi beszélgetésnél, a barátom felhozta, hogy és mi van a könyveddel, vagy van, amit elsütött. És akkor anyukám így rám nézett, te írtál egy könyvet? Mondom, jaj, nem, csak kis semmiség. És akkor utána volt az, hogy mondta, hogy elolvasná. Mondom, úristen, ne, kérlek, ne olvasd el. És elolvasta, és annyira tetszett neki, hogy mondta, hogy hát ezt mindenképpen ki kell adni. Mondom, de tényleg komolyan mondod? És mondta, hogy tényleg. Egyébként anyukámról tudni kell, hogy ő a legnagyobb kritikusom. Tehát, hogyha én már valamit nem jól csinálok, az ő lesz az első, aki mondja. Nagyon szeretem azt kitalálni, az új világot, az új embereket, hogy mit. Nagyon jó. Ilyen elvonulok, és egy másik világba csöppenek, és azt csinálok, amit akarok. Én ezért is szerettem egyébként a fantasyt, mert ott nincsenek konkrét szabályok. Van egy bizonyos vonal, amin haladni kell, de hogy most jön egy
mágikus serleg, és megold minden problémát, akkor jön. Tehát, hogy így szárnyalhat a fantáziám. Mindig is vonzódtam a fantasyhoz. Igazából szeretek sima könyveket is olvasni, vagy hát ilyen sima romantikusokat. Romantika nekem mindig kell a könyvekben, nekem az úgy az élteti az egész történetet, még hogyha csak nagyon kicsis, az se gond. Nekem nagyon, hát nem is tudom, hogy magyarul ez, hogy van ez a kifejezés, ez a slow burn romantika szál van, ami nagyon lassú folyamatú, tehát hogy az elsőben szinte sem ennyire nincsen. A másodikban már egy picit jobban, de nem ezen van a hangsúly. Viszont a fantasy elemek pedig ugye megjelennek. Én sosem rajongtam azokért a történetekért, amikor így első látásra szerelem, vagy meglátta, és akkor két percet beszéltek, és akkor már egyből szerelmesek lettek egymás. Nekem a szerelem mindig egy kicsit olyan volt, hogy lassan, hogy megismerkedni, beszélgetni, megismerni a másikat, és utána alakul ki egy bizonyos kötődés a másik iránt, nem pedig egyből. Igazából azt szerettem volna, azért is lett ifjúsági könyv, hogy mivel én is egy ifjúság voltam, hogy ahogy én fejlődök, ahogy nekem a világom, ahogy az én gondolataim, ahogy a minden az látásmódom fejlődik, úgy a könyveim is fejlődnek, és úgymond egy kicsi részemet oda tudom adni ebbe a sorozatba, még akkor is, hogyha egy fantasy. És ezt az üzenetet, ez tök fontos része szerintem, pont ez a tiniből fiatal felnőtt változási folyamat, szakasz, ez pont ezt a részét írja le nekem is az életemnek. A legnagyobb kihívása az, hogy folyamatosan aktívnak kell lenni a közösségi oldalakon. Ha ezt nem teszi, akkor úgy érzi, hogy eltűnik. Igyekszik minél színesebb tartalmakkal jelentkezni, és időben beharangozni az új könyveiről az információkat. Az iklet általában nála fürdés alatt szokott jönni, de ha az autóban nem hallgat zenét, akkor vezetés közben is jöhetnek az ötletei. Például az Ősi erőt gyermekei című könyvsorozatának a befejezését ez alatt találta ki. Elkezdtem vezetni, és megálltam egy piros lámpánál, és amikor zöldre váltott, és elindultam, akkor volt az, hogy ez milyen jó ötlet. És nyilván nem mondom el. De az nagyon sokat segített nekem. Amikor vezetek, akkor mindig egy kicsit ki tud ürülni a fejem, mert csak az utat nézem, csak azt nézem, kivéve amikor így koncentrálok, csak azt nézem, hogy hogyan tudnék gondolkodni, hogyan tudnám azokat az ihleteket, azokat a gondolatokat előhívni magamból, amikor görcsölök, és szándékosan akarok valamit kitalálni, akkor azok sose jönnek. Eperke 2015 nyarán egy balatoni táborban ismerkedett meg a könyveiben illusztrált képek illusztrátorával, Burinskaite Karolinával. Nekem amikor Eperke eszembe jut, akkor nem az Eper jut amúgy, érdekes módon, hanem olyan, mint egy ilyen ugráló napsugár, tehát akárhol van, akárhova megy, akármit mond, az a teljes üdesség, és minden ilyen nyomott hangulatot is és fel tud dobni, tehát hogy soha nem éreztem azt, hogy amikor együtt mentünk valahova, és mondjuk Eperke nem ismer senkit, mi lesz, Eperken is soha. Tehát Eperken tudom, hogy mindenkivel, még hogyha a nagymamám lenne ott, akkor is kijönne vele. Persze. És mindig ezt csodáltam benne, hogy minden szituációból ki tudja hozni a legjobbat, a leg nem is pozitívabbat, de az ilyen üdességet. És ezért mind a ketten szeretünk beszélni, szóval egy ilyen nagyon véget nem érő és produktív kapcsolatunk van, mondjuk úgy. De én mindig nagyon elvezek vele minden találkozót, és mindig nagyon nehéz aztán így csöndbe visszagurulni. De lényegében tömören ez az, amit így Eperkéről gondolok, és tudok, és érzek. Én mindig is szerettem ezt az animációt, meg ezeket a rajzokat. Ugye Kari nagyon régóta már rajzol,
és mindig úgy imádtam nézni, hogy rajzolt. Akárhányszor rajzolt valamit, mindig ott ültem felette volt, úgyhogy csak az volt a program, hogy így többen összegyűltünk, és akkor a Kari leült a sarokba rajzolni, én meg ott ültem felette, és néztem. És igazából már akkor, amikor először így megfordult a fejemben, hogy könyvet írok, vagy hogy ki is adatom, nekem ez automatikus volt, hogy megkérdezem a Karit, hogy rajzolnál hozzá, és akkor szerencsére igent mondott. Vajon milyen lehet az együttműködés az író és az illusztrátor között? Borzasztó, borzasztó. Hú, nem jön le fel a beszél. Nem amúgy nagyon könnyen, tehát több megrendelőm is van, de Eperkével az egyik legkönnyebb. Tehát... Az a titok, hogy Karél művész, igazából én annyira nagyon ráhagyatkozom, tehát hogy ő megrajzolja valahogy, elmondom, kiemelem azt a részt, amit szeretnék, hogy megrajzolod ilyen picit. Megrajzolom pálcika emberekkel, hogy így gondoltam, úgy gondoltam, úgy gondoltam, és a Kari meg konkrétan lerajzolja azt, ami a fejemben van. Tehát, hogy annyira egyszerű ilyen szempontból, és így tényleg így nem is nagyon szeretnék sok gátat szabni neki, vagy ilyen keretet, mert tényleg annyira tudja, és mindig sokkal jobb lesz az, amit ő rajzol, mint ami nekem a fejemben van. Eperke az írás mellett dolgozik is, besegít a szülei vállalatánál. Munkahelyen hát több feladatom is van. A jelenlegi feladatom, most videót gyártok a cégnek, vagy hát a cégnek egy márkájának, és igazából ebből áll a legtöbb jelenleg, mert elején dolgoztam több részlegen is, viszont hát sok időbe is telt, tehát sokkal kevesebbet tudtam foglalkozni az írással, és próbáltam egy olyat munkát találni itt, ami az íráshoz is passzol, úgymond azt, amit minden nap csinálok, ugye a TikTokon a videógyártás, az Instagram posztok, minden, ezt próbáltam valahogy kicsit összekötni, hogy gördülékenyebben menjen, szóval jelenleg most videókat gyártok a brandnek is. Jó, igen! Megyünk? Séta! Együtt megyünk? Séta! Hova megyünk? Hol? A szabad idejében szeret olvasni, túrázni és fotózni. Legtöbbször Odint szoktam fotózni. Ő a legjobb alanyom, de ő egyébként nagyon jó alany, ő igazi kis modell. Meg hát így másokat, hogy a barátaim megkérnek, hogy csináljak, vagy bármi ilyesmi, akkor szoktam. Minden nap rólad álmodok. Remélem, te is valami szépet álmodsz.